Szóval sziasztok, Borgulya Gergely vagyok, az Oppályónak a társalapítója. Meetingen elhangzott feladatoknak a követését segítjük a szoftverünkkel. Ezzel kapcsolatos technikai kérdést fogok itt most feszegetni, és remélem, hogy lépni fog. Lehet, hogy így most. Mi is történik ma a meetingeken? Jelenleg általában az szokott történni, hogy az emberek összegyűlnek a meetingen, fölírják, hogy leírják, hogy kinek mi a feladata, ezt utána elküldjük mondjuk e-mailben az embereknek, és utána a projektnek a gazdája üldözi az embereket különböző módon, hogy akkor ki is hogy áll a feladataival. A mi megoldásunk erre ad egy automatizált alternatívát. A szoftverünkben készített jegyzetekben, hogyha tegekkel jelöljük meg a feladatokat, akkor ezeket automatikusan fölismerjük, az egyes embereknek személyesen elküldjük, és ők az előrehaladásukról visszajelzést adhatnak, ezt az információt pedig visszaszinkronizáljuk magával a meeting szövegbe, így a projektnek a gazdája egy helyen láthatja az előrehaladást. Tehát a maga a szoftverünk, amit csinálunk, több komponensből áll, ebből a két legszignifikánsabb a jegyzetíró szoftver és a feladat nyilvántartó szoftver az egyes embereknek. Az utóbbiról fogok most beszélni, és arról a problémáról különösen, hogy ha egy userünk eléggé aktív, amire szerencsére már volt példa, akkor több száz, illetve akár ezres nagyságrendű feladat is felkerülhet a listájába, és ez performance kérdéseket vet föl, és ezt fogom itt most feszegetni. Az, hogy ez jól tudjon működni, ezért a következő infrastruktúrát raktuk össze először. Egy NoSQL adatbázis, egy non-sync, egy async non-blocking webszerver, és a frontendet abszolút először backbone-nal oldottuk meg, a kommunikációt és a UI renderelést is, és ez az utóbbi bizonyult túlságosan lassúnak. Amikor ezt lecseréltük React.js-re, akkor ez a probléma megoldódott, de arról szeretnék itt most beszélni, hogy a megoldódás ez nem abból következett elsősorban, hogy a React annyival ügyesebben lenne megírva, hanem ennek különböző konzekvenciái vannak a kódra vonatkozólag, ami nagyon praktikus. Ugye a React.js JSX file formátumot használ, ezt fordítja JavaScript-té, amiben HTML elemek vannak bele embeddelve magába a kódba, és egyúttal hivatkozni lehet a lokális scope-ban elért változókra. Ezt összehasonlítva, hiába mondjuk egy backbone támogat mondjuk templéteket, nagyon sokszor olyan hekkelésé fajul a kódírás, hogy string formátumba kell a HTML-t beírni. Olyan sokat egyszerűsít a kódon, hogy kb. 20-30%-kal lett rövidebb a kódunk. Az event kezelést, hogyha nézzük, ez még többet segít ezen az egész ponton. A lokálisan elérhető scope-ban történő hivatkozásokkal megoldott event handlinget, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy még hogyha egy backbone-nak mondjuk az event támogatását is megpróbáljuk kihasználni, akkor is itt is belefutunk rendszeresen hekkelésekbe. Ezt az egészet egyszerűsíti le egy olyan objektum kreálással a React.js, amitől maga a renderelés sokkal gyorsabb lesz, és a kód is sokkal átláthatóbb lesz. Ugye nem csak attól lesz gyorsabb az egész renderelési processz, meg az egész UI, mert hogy maga a renderelés az gyorsabban zajlik. Az is kérdés, hogy hányszor rendereljük le a dolgokat. Hagyományosan mondjuk egy backbone-ban az szokott történni, hogyha változik mondjuk a modell vagy a collection, akkor újra rendereljük az egyes nézetet. React-ban ezzel szemben az történik, hogy csak azt a pontját frissítjük a UI-nak, amit nagyon-nagyon muszáj, és azt is nem a modellnek a változásához kötjük, hanem a state változóknak a teljesen szándékos kézzel történő megváltoztatására. Igazából ez a tudomány, amit el akartam mondani React-tel kapcsolatban, nem tudom, hogy hányan használtok React-et, ezt a kérdést szeretném feltenni. Van, aki használ React-et. Szuper. És ki az, aki azt mondja, hogy simán ír ugyanilyen minőségű és egyszerűségű kódot React nélkül is, tehát ez igazából fölösleges. Akkor egy állás
lehetőségül emberrel beszélgetni. Ugyanis szeretnék embereket is toborozni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Illetve van a kérdések. Szűk keresztmetszet egyértelműen a UI renderelésnél volt. Egyszerűen azt tapasztaltuk, hogyha már ezres nagyságrendű listát akartunk kiírni, akkor elkezdett már lassabban megjelenni, akkor már másodpercek kérdése volt, hogy a lista kiíródjon, és ez általában valami nem optimálisan történő elem létrehozások, mindenféle jQuery-n átfutó összeállítások meg ilyesminek volt a következménye. Igen. Hogyan akarunk a UI-t De természetesen az is egy opció lenne, hogy nem mutatunk meg annyi elemet. Itt az volt a koncepció, hogy toljunk ki mindent, és az ember keressen és szűrjön közte, és emiatt nem akartunk ezen vágni. Kérdéseket, akkor bocsánat, el fogom ismételni a kérdést. Itt az volt a kérdés, hogy miért nem kevesebb elemet jelenítünk, meg miért azon gyúrunk, hogy ezres nagyságrendű elem tudjon megjelenni. Igen? Mi jó tud az ember feldolgozni az elemet egyébként, ez tényleg így a realitása, tehát nem gondolkoztatok azon, hogy a feladat kiírásról visszaszóljatok? Ez nagyon hasonló kérdés, ez is arról szól, hogy miért akarunk ilyen dolgokat megjeleníteni, ugye, és miért nem a specifikáción változtatunk, hogy csak 100 elemet jelenítünk meg ugye maximum. Jogosnak érzem a kérdést, azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy startupként gyűrjük a szoftverünket, és ahogy felmerült ez a probléma, logikussá vált, hogy érdemes ebbe az irányba menni, és ezt a problémát is maximálisan kezeli. De kétségtelenül ennek ellenére még vághatunk is a megjelenített endő elemeknek a számán is. Igen? Elég sok kliens oda léjött framework-ot, mert fel arra Angular-re kérdezni. Mi volt a motiváció? Miért pont ezt választottuk? Miért pont a React.js választottuk, amikor mindenféle egyéb library áll a rendelkezésre? Egyszerűen azt próbáltam kézzel utána járva kutatni, hogy melyik a leggyorsabb, legjobban használható, vagy melyik oldja meg ezt az egész sebesség kérdést a legjobban, illetve kifejezetten zavart engem, hogy ugyan kipróbáltam néhány library-t, egyik se volt annyira flexibilis, hogy ne kelljen valami hackeléseket ilyen jQuery-be, string-el, valahogy mindig előjött valami ilyesmi, és ez a React tűnt egy olyan megoldásnak, ahol ezeket a dolgokat sikerült eliminálni. Igen. Ez a rendszer, ez most mennyire van kész? Tehát mennyire használható felhasználókában? Jelenleg úgy állunk a fejlesztéssel, hogy ez a, amit a személyes task, illetve feladatlistának hívtam, ez az, ami most publikusan megvan. Jelenleg fejlesztjük a memo jegyzetelő részt, ez még nem publikus, de tervezzük a közeljövőben ezt is elérhetővé tenni. Igen? Hogy a design hogyan kerül át a kódba? Hát úgy láttam, hogy így összefolyik a háttérvel a JavaScript-en. Hogy ez a gyakorlatban hogyan történik? Igen, tehát az a kérdés, hogy ilyenkor, hogyha van mondjuk egy kész HTML design, akkor ebből hogy lesz React.js kód? Hát igen, ezt muszáj átollózni. Itt az esetünkben ez egy személybe történik a HTML-nek a megalkotása és ennek a intelligenciával feltupírozása. Ilyen workflow esetén azt gondolom, hogy valakinek... Akkor ez
garázs cégeknek jó, hiszem. Tehát a következtetés, hogy ez csak garázs cégeknek jó. Mint a Twitter. Ez egy tipikus garázs cég. Én azért meg-challenge-elném ezt. Egyszerűen... Azt gondolom, hogy azzal, hogy ez a fajta kódszervezés ilyen performance javulást tud okozni, ezért azt gondolom, hogy ez mindenféle olyan komolyabb honlapnál is megfontolandó dolog lehet, ami mögött nagyobb csapat is áll. Facebook például igen, tényleg nem véletlenül használja. Utolsó kérdés. Hogy valakitől, aki... Köszönöm szépen akkor!